A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit július 25-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Turbók Jánossal az Agárdi Popstrand történéseiről, majd Meleg Vilmos lesz a vendégünk, a nagyváradi színművész az elmúlt héten a Pákozdi Katonai Emlékparkban járt, egy könyvbemutató kapcsán beszélgettünk vele. Tartsanak velünk! Most, kedves nézőink, ahogy ígértem, vendégem Turbók János, a népszerű Turbina, az Agárdi Popstrand megálmodója. Idestova több mint 4 évtizede. Nagyon, én azt gondolom, hogy mindannyian szívesen vettük, és már vártuk, hogy mikor lesz Popstrand. Aztán most kaptam egy levelet, illetve mindenki elolvashatta a saját oldaladon, ahol megszólítottad a kedves barátaidat, illetve az eddásokat, mert hogy úgy fogalmaztál, hogy a születésnapi koncert miatt már korábban elhatároztam, július 1-ig hallgatni fogok, és csak ma írom le szomorú tájékoztatású célú, és a Popstrand sorsát egyelőre csak röviden bemutató történéseket. Mi történt az Eddával? Hiszen olvashattuk, hogy egyrészt Pataki Attila, másrészt pedig egy ifjú hölgy is azt mondta, hogy most már Gárdonyi a jövő. Kellemetlen. Tehát én ezt nagyon szomorúan vettem, és nem érdemeltem meg az Eddától főleg, hogy nem voltak képesek telefonon felhívni több hónapon keresztül. Én Pataki Attilát háromszor feltérésztettem Kossuth díjra. Háromszor. Jeleztem a menedzserének, az e-mailt elküldtem, kiraktam, hogy hívjanak fel, mert megvan a döntőbizottság névsora, lehet lobbizni esetleg, és nem hívtak fel. És soha senki nem mondta, hogy nem lesz lehetőségem koncerteket rendezni. Tehát itt nekem szerződésem van a Napsugár strandon keresztül a várossal. Albérlő vagyok 45 éve, tehát nem, ez egy, nem a Turbók János területe és a Turbók János a területe. Tehát ez egy bérelt dolog, nagyon jó együttműködés van. A polgármester úrral, Tóth Istvánnal együttműködöm, szeretnék, hogyha folytatnám. Csak egy baj van, ami tényleg baj, hogy ma már nem lehet koncertjegyből működtetni ilyen nagyszabású rendezvényt úgy, hogy ez nem egy aszfaltos, murvás parkoló, ez egy gyepszőnyeges, platánfás, nyírfás, gyönyörű zöld terület. Már csak ennek a fenntartása nem semmi, plusz nálunk van a nézőteren csapadékvizevezető rendszer, a két kezemmel kiépítettem ezt is. Itt őrült nagy karbantartási, fenntartási költségek vannak, és nem lehet koncertjeiből kigazdálkodni a koncerteket is, a fenntartást, a működtetést, a rendezvényhelyszín áram, vízköltségét, stb. Főleg, ha valaki ilyen megszállott, hogy a közönség igényét kielégítve csodás környezetben várja a koncertezőket. Nagyon gyorsan elmondtam. No, tehát egy kicsit menjünk vissza a múltba, hiszen a 70-es évek közepe után mi magunk is, tehát én például személyesen ott voltam az első koncerten is, és folyamatos változásokat tapasztaltunk. Nagyon is jól tudjuk, hogy mi minden változott. Én azt gondolom, hogy fantasztikus volt ez a történet önmagában. Viszont az elmúlt időszakban is beszéltünk már róla, hogy a finanszírozás az mindig hagyott kívánni valót maga után. Most gondolj bele, tisztelt szerkesztő úr, aki egy nagyon nagy érték vagy, mert nem felejtesz és figyelsz, és normális értékrenddel értékelsz. Beindul egy olyan rendezvényhelyszín, szemétszállító pótkocsikon 1977, traktorok húzták oda,
generál omega piramis, tehát ki lett hagyva a velencei tóbor, a kulturális rendezvény helyszín, nem lettek építve kulturális objektumok. Ezt ki kell mondani, kimaradt a sok milliárd forintos beruházásból. Kimaradt, és engem lehívta Budapestről a Gárdi fiatalok, a Kertészeti Egyetem klubjában kerestek meg 76-ban, hogy csináljak nyári keket, mert semmi nincs. Na most ez így elindul, áram, víz nélkül, kubikus műhelybe, egy ablaktalan baraképületbe, és ebből csinálsz a két kezeddel, kb. 30 millió forint támogatással, plusz 15 millió programra, egy országosan ismert olyan rendezvényközpontot, amely felvállalja ráadásul az általam hősöknek tekintett egészségében dolgozók szórakoztatását, Szent György Kórház minden koncert, 1990 óta 250 tiszteletjegy, Szent Pantelon Kórház, határvédők, gátvédők, vörös iszapelhártok. Ilyet senki nem csinál, hogy koncert rendezőként hősöknek, jó embereknek ad gesztus értékű belépőket. A szívemet kirakom, mindent megcsinálok, és valamiért nem kapok támogatást, mert nem vagyok hivatalos szabadtéri szívad. Tehát tulajdonképpen a belépőjegyekből építetted fel. Nem, kaptam 30 milliót 45 év alatt. 45 év alatt. Szóval. Emellett pedig azért, ugye mi az Eddáról beszélünk, mert az Edda az mindig egy különleges pillanat, hiszen remek barátság fűzött, ugye említetted már Pataki Attilához, és ők minden nyáron itt voltak, de azért mondhatjuk a többieket is, hiszen a Demiér Rózsiéktól kezdve... Szikora Robi. Kóbor János. Így van. Valamennyi nagy csapat itt volt nálad Fehérváron, és azt vettük észre, hogy tényleg szépül az egész történet, arról nem is beszélve, hogy az elmúlt időszakban már a tél is a tiéd volt, hiszen... Az egy külön, igen, az a csoda. A térről erre felejtsem. Gondolj bele, van egy velencei tó, biztonságos a jég, és senki, soha senki. Erre a turbina 1979-ben kinyitja Magyarország legnagyobb jégpályáját. Egy forint támogatás nélkül. Jöttek az emberek 10 000-vel, Magyarországon élvezték a tél örömeit, és kértem támogatást, és nem kaptam, és mindenki követelődött, hogy miért nincs ez, miért nincs az, és majdnem, hogy űztek, hajtottak, szittak, hogy nincs itt ez, ennyi ember korcsolyázik életkortól függetlenül, és én voltam a hibás, hogy nincs ez, nincs az, csak nekem van a vízparti területen téli vízem. Oda vittem a vizet 110 méter távolságban, legyen WC például. Tehát egy időszakban... Milyen sors ez? Volt egy időszak, amikor a Gárdonyváros önkormányzatával azért bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy jóban voltál. Jó a kapcsolat a polgármester úrra most is. De akkor mi lehet az oka annak, hogy egy ilyen népszerű rendezvénysorozat megszűnik bizonyos értelemben? Igen, hiszen nagy koncertek ebben a formában nyilván nem fogsz tudni rendezni. Hát így nem. Egy mobilmánia koncert lesz. Ők nagyon korrektik. Augusztus 19-én egy életjel koncert. Ők rájöttek és felfogták, hogy ez egy olyan popzenei és emberi, társadalmi, közéleti érték, ennek működni kell tovább. Ez egy életjel koncert lesz augusztus 19-én, hogy vagyunk, lennénk, csak nem lehet már koncertjegyből úgy ráadásul, hogy nincs strand belépőjegy bevételem, parkolójegy bevételem nincs. A fogyasztást lekaszálja az Agárden, ott eszik, iszik mindenki az Agárdenen, jó lakik, tele isza magát, tehát nincs fogyasztásbevételem szinte. És most mindenki csodálkozik, hogy jön nincs pomosztán, pedig olyan sok vendégünk volt, és tele volt itt minden, csodálkoznak, de ilyen a mai világ sajnos, csodálkoznak, hogy nincsenek koncertek. Már én vagyok a hibás szinte, szerkesztő úr. Én vagyok a hibás, hogyha nincsenek koncertek. Ugye 2021-ig ez működött teljes egészében, bár ehhez nagyon sok munka kellett. Hát ezt sem felejtsük el. 21-ben megrendeztem a rendezvénysorozatot. Bevállaltam, mert az emberek ki voltak éhezve programra, Covid időszak, bevállaltam. És nagyon rosszul jártam, mert nem mindenki volt beoltva, kiderült, és kellett védettségi igazolás. Nagyon-nagyon rosszul jártam. Volt egy heavy metal zenekar, a nevét nem mondom, a legnépszerűbb, lemondott a gázsiát, a szerződésszerű gázsból 1,5 millió forintról, hogy így támogass, legyen tovább popstrand. Hát nem mindenki ilyen. A lényeg az, hogy a szerződés szerinti összegből 1,5 milliót visszatartott, ilyen nehéz nyaram volt. Elkértem Fekete Pértertől 15 millió forint támogatást, akkor kulturális államtitkár volt.
9 hétig nem válaszolt. Gondoljon bele szerkesztő, vagy gondolj bele szerkesztő. Utána kapok 3 levelet, hogy nem. Erre a Csajági Laura színpad kápolnásnyéken, egy kamara színpad, tőle kap 55 milliót 21-ben. És korábban kapott 50 milliót, egy kamara színpad, ahol itt tapsikolnak a Csáli koncerten, vannak fotók, és így megalázzák a turbinát. Na most erre azt válaszoltam, hogy elég, tehát ez már így nem mehet tovább, hogy kapja mindenki az 50-100 milliókat, turbó kiteszi a szívét, lelkét, ad egy színvonalat. Nálam magas a színpad, pont a hölgyek miatt, én feminista vagyok, ezt még soha nem mondtam el, kedves nézők. Turbó János nővédő feminista. És a nők miatt elsősorban 2 méter 20 centi magas a színpad, ez nagyon fontos nálam. 9 színpadot építettem ilyen magasra. És egy kamara színpad, ahol tapsikolnak így, és semmit nem látnak, és kap 10 milliókat. Igen, hát ne tegyen be a pohár, szerkesztő úr. Jó, hát ezt én nem tudom minősíteni, nyilvánvaló, tehát ez egy másik ügy. Viszont voltak-e terveid a koronavírus járvány után, hogy ha ez felszabadul, akkor elindulsz azon az úton, amit megkezdtél 40 esztendőre? Természetesen, mert valamit jól csinálhatok. Én most már kezdek rájönni, kapom a leveleket, telefonokat, négyszem közt üzeneteket. Hát olyanokat írnak, hogy elgyengülök lelkileg, meghatódom. Tehát valamit létrehoztam a 45 év alatt. Előtte 2 év a Kertészeti Egyetem klubja, az egy csoda volt, ma ilyen nincs egyébként. Nyilván. És lényeg az, hogy olyan a szeretet, olyan a kedvelés, a ragaszkodás, hogy én most nem adtam fel, tehát megpróbálok, még egyszer neki megyek, kérek támogatást, nem adtam fel, és tudtam volna csinálni nyáron Edda koncertet is, tudtam volna csinálni. A szintén kevesen tudják, hogy 1982-ben szilveszterkor Budapesten az első bulit Turbók János rendezte. Hungária, Hotel Mentro, Blahalúza tér, Korvináruház. 5 nap alatt építettem fel egy 3 méter magas, 5 méter mély, fedett, fűtött színpadot. 5 nap alatt. Tehát Turbók sok mindenre képes, tehát tudtam volna csinálni 5 koncertet is, csak nem tudtam vállalni ennek az anyagi hátterét, hogy koncertjegyből kizárólag. És ezért kérek most elnézést, aki most nem tud pályázat menni. Pályázat nem jelent meg olyan pályázat a szaktárszámban? Megaláztam folyamatosan. Pályáztam a térre is például. 816. helye van a pályázata. Pályáztam 1 millió forint egész nyára. Pályáztam, ne arra ugyak, 0 forint. Engem ne alázzanak meg. Ahhoz azért inkább halljak éhen, engem ne alázzanak meg többet. Milyen jövőképed van? Azt a mobilbániáról majd beszélünk rövidesen, de tudod-e, hogy mihez fogsz kezdeni? Hiszen teljes egészében felújítottad ezt, és azt hiszem, hogy érdemes ezt megnézni, hiszen ott nem volt tulajdonképpen semmi. Semmi. Se fű, egy ablaktalan baraképület, semmi. Na most következő van, tehát a Tóth István polgármester úr támogat, tehát ő értékeli a munkámat. Sajnos nem már úgy a velencei turizmusra tudjon adni támogatást. Hát ennek sok oka van. Tehát valakinek már oda kell csinálni az asztalra, hogy a Velencei tó is van annyira értékes, mint a Balaton, tehát itt ide sokkal több pénz kéne, elérhető, mint a Balaton. Szerintem a víze biológiailag tisztább, csak egyszerűen ide valami nem jönnek a pénzek, a komolyabb pénzek. Na most, tehát van nekem perspektívám, hogy ez jó, csak egyszerűen most meg kell próbálnom ismét pénzeket szerezni, pénzeket kérni, hogy tudjam folytatni, ugyanis az is nagyon nagy baj, hogy úgy tettem 250 fát és bokrot a két kezemmel. Nálam egy platánfa alatt egy teherautó föld, trágya, falevél van. Egy platánfa alatt egy teherautó, mert nem vagyok néha normális állítólag, csak mennek tönkre a fák. Aki lemegy az Agádi Popstrandra, láthatja, platánfák tönkre. Hát nem is mondom tovább. Mennek tönkre, mert egy évig nem voltam lent, pusztul a zöldövezet. Na most ez nagyon-nagyon nagy baj, mert ez nem pótolható. Ez egyértelmű. Viszont a mobilbánia lesz. Kik lesznek a vendégek? Most először a műsor, most szervezem a műsort, nagyon nagy koncert lesz. Most meg kell mutatnom, hogy élek. Ez egy életjel koncert. A zenekarra Viki rá nagyon készül, nekem ők jó barátaim. Az első Dynamit koncert 1979-ben az Agádi Popstrandon volt. A Vigrád Gyula úgy nyaralt először életében, a Turbótól kapott belépőt egy szállodába.
No. Azt mondja, Turbina, én még soha nem voltam Gyula, 79-ben volt, tehát Vikirágy Gyula nagyon, jó, nagyon nagy barátom, és ő készül szintén. Tehát az életére koncert, aki szereti a Popstrandot, ezt felfogja, veszi a adást, és na, oda elmegyünk, megmutatjuk, hogy kell a Popstrand, szükség van rá. Egyértelmű. Ez egy ilyen koncert lesz. Én is meg tudom erősíteni, azt, hogy szükség van az Agárnyi Popstrandra, természetesen. Hát ez, és hát ehhez kívánok tovább neked erőt, egészséget. Én azt gondolom, hogy aki figyeli a popkultúra történéseit, az bizonyára ott lesz, tehát akkor Popstrand Agárt, Turbók János, Turbina. Köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, üdvözlöm a Fejvárt lakosokat. Köszönöm szépen, Turbina. Kedves nézőink, mi pedig akkor folytatjuk a műsort Meleg Vilmossal, a nagyváradi színművész Ószabó Istvánnal, Jászai Mari díjas színművésszel járt a Pákozdi Katonai Emlékparkban, az emlékparki nyár keretében, és vele beszélgettünk egy új, fantasztikus könyvről, amely megörökíti Petőfi Sándor Erdélyben töltött útját. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját ünnepeljük a Kárpát-medencében mindenütt, én azt gondolom. Most pedig itt vagyunk a Pákozdi Katonai Emlékhelyen. Ez nagyon fontos pillanat ez, hiszen a kezemben tartok egy könyvet, elértem, amit ember érhet el, amelyet Meleg Vilmos szerkesztett. Nagyváradról érkezett. Én azt hiszem, hogy otthonról hazajött, ha úgy tetszik. És ha már a cím, azt hiszem, hogy nagyon sok mindent elmond, elértem, amit ember érhet el, boldogsággal csordultik-e kebel, ölemben kedves ifjú feleség, milyenről lelkem annyit álmodék, midőn virágait közt képzelet, mint mámoros pillangó repkedett, ölemben egy olyasszony, akinek tündérek adták a testvérnevet. Ölemben a legdrágább földi kincs, oly boldog vagyok, hogy reményem sincs. Ez talán ez a rövid felvezetés is rávilágít arra, hogy a családi lírája Petőfinek egészen különleges volt. No de, én már ugye beleolvastam és olvastam ezt a könyvet, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos pillanatokat örökített meg a kezdetektől. Honnét jött a gondolat? A gondolat maga, hogy létrehozzunk egy ilyen kötetet, Jakab Fél László, nagyváradi építész, mérnök, barátom, aki a Nagycsaládosok Egyesületének az egyik képviselője, hisz a felesége az elnök Bihar megyében. Ő jött az ötlettel, hogy nem volna egy kedvem szerkeszteni, összehozni egy kötetet Petőfi családi verseiből. És hát nagy örömmel csaptam le rá, hiszen én akkor már dolgoztam azon a műsoron, aminek a címe az Elértem, amit ember érhet el, című előadó est, amit Molnár Júlia kolléganőmmel fogok itt játszani, vagy itt a Pákozdi teremben, vagy bent Székesfehérváron, talán ott, mert tavaly is ott voltunk, és Görög István meghívására. Na és mivel dolgoztam Petőfi anyagán, azaz válogattam, keresgéltem a verseket, de az alapgondolatom nekem is az volt, hogy mi az igazi üzenete a 200 éve született Petőfi Sándornak most 2023-ban, hiszen annyi mindennel foglalkozott. Az a költő, akinek az életműve nem csak nagyságrendben van telítve mindennel, élettel, hanem egyenként a versei is. És akkor jöttem arra rá már közben, hogy nem lehet úgy, ha már az egészet nem lehet előadni, mert lehetetlen. Kiválogatni azokat, ami a legjobb, vagy a legismertebb, vagy a legnépszerűbb, az meg értelmetlen. Viszont, hogy újdonságot is próbáljunk bevinni, de ugyanakkor a lélek szintjén, tehát a lelkületét, Petőfi égését, üzenetét, hogy ő mindent magas fokon csinált, a szeretetet is. És talán ez, ami leginkább azzal együtt, hogy nehéz természet volt, és a szeretete az vágással is járt, hiszen a költészet vadvirága vagyok én, írta az egyik költeményében, és ezzel együtt a családhoz kötődő viszonya, a szüleitől, a barátokon át, a szerelmeken át, a feleségéhez, a gyerekéhez,
ez olyan egyedi, annyira földolgozott, annyira rengeteg verse, hogy rájöttem, hogy nem tudjuk mindet beválogatni, mert az egy nagyon nagy kötet, akkor nem olvasható könnyedén át. Jobban járok, ha mégis csak válogatok, szelektálok belőle, kiválasztom, és akkor milyen alapon lehet válogatni? Hát olyan alapon, és ez személyes vallomás is a kötet egy kicsit, hogy én mit mondanék el szívesen, mit idéznék bármelyik pillanatban Petőfitől szívesen. Na most ebben olyan versek vannak, amit bármikor szívesen idézem bármelyiket belőle, mert a hazaszeretettől, az anya szeretetig, az apa szereteten. Azt tudjuk úgy általánosan iskolából, hogy az apjával való viszonya az nem volt olyan igazán jó. Nem így van, hiszen ő mélyen szerette az édesapját, és mélyen megbecsülte. És mindennek ellenére a testvérétől kezdve még az apósa, Szendrey Julia apja is pozitívan is jelen van a költészetében, bár ott inkább azért a saját érdemének látja azt, hogy megszerezte a feleségét. Nagyon érdekes volt ez az esztendő, hiszen Mécsekesfehérváron is visszaemlékeztünk arra, hiszen köztudomású, hogy vándorszínészként megfordult Székesfehérváron is. Emellett pedig ugye természetesen a 48-49-es forradalom és szabadságharcról is számos szó esik ezekben az időszakokban, annál is inkább, hiszen itt vagyunk a Pákozdi Katonai Emlékparkban, és mégis azt látjuk, hogy ezek bizonyos értelemben rendkívül népszerűek, ezek a költemények, amelyek ezt az időszakot idézik meg, viszont az, amit most ön egy kötetbe összegyűjtött és szerkesztve olvashatunk, mégis egy olyan ívet adnak a Petőfi életműnek, ami páratlan, egyébként is páratlan nyilvánvaló. Hiszen ez egy összegzés, egy olyan valami, amit ha a család szeretetére gondolunk, és a szerelemre és mindenre, ami azért nagyon sokat jelentett Petőfi Sándornak is, egy egységbe hozza. Igen, én úgy érzem, hogy az ő óriási nemzet szeretete, hisz életét adta a nemzetért, ezt sokszor megfogalmazta, és fellengzősnek is hat-hat adott pillanatban, csak egy versét olvasva, hogy párnák közt halni meg nem, a csatatéren akarok elesni, de ő ezt így is érezte, és így is gondolta, és megmutatta a kortársainak, hogy nem csak verseket tud írni, hanem mindent elkövetett, hogy a csatából részt vegyen, bár kímélni akart a bent tábornok, bár minden övé küldözgette, hogy nehogy elpusztuljon, hisz értékelte mint embert, mint költőt, mint fiatal embert, és gondolta, hogy neki az a feladata, hogy védje, hogy a védőszárnyai alá vegye, de Petőfi nem igazán hagyta magát, mert ő mindent maximálisan akart. Maximálisan élt, maximálisan égette magát, és ez a nagy nemzet szeretete, ez a nagy család szeretete, ez a sok ívű szerelme, hiszen ő könnyen lángra lobbant, és lehet, hogy könnyen égett is ki, megjött a következő, de az a mély szerelem, ami Júliához kötötte, az azért fölé kerekedik, olvasva az összes szerelmes verseit a többinek. Annyi szép megfogalmazás, talán az egész magyar költészet összességében nem tartalmaz több szerelmes verset, mint Petőfi, ami megfogalmazott, és ennek nagy része Júliáról szól, vagy Júliához íródik, vagy a közös életükről. És emiatt gondoltam és gondolom, hogy Petőfit csak úgy szabad bemutatni előadóest keretében, hogy az égését, a lángolását, a hitét, az elkötelezettségét, azt bele kell vonni, hiszen anélkül lehetetlen Petőfi teljességét megfogni, amit amúgy nem is lehetséges, nem áltatom magam azzal, hogy ez a műsor, amit mi most létrehoztunk, az átfogja az egészet, de úgy gondolom egy valós, hiteles keresztmetszetet próbál nyújtani a 200 éve született óriás költőnkről. Igen, és valljuk meg, hogy erre nagyon nagy szükség van, annál is inkább, hiszen ebben a felgyorsult világban a mai középiskolások számára
bizonyos értelemben nem sokkal több, mint egy tananyag Petőfi Sándor is, de ezzel így vagyunk az összes többi költővel, és nagyon-nagyon fontos, hogy tegyünk azért, hogy legalább ebben az év 200. évfordulón egy kicsit előre jussunk, ha úgy tetszik. Ezt mi a korabeliek meg is tesszük. De mi minden kéne ahhoz, hogy a Petőfi kultusz megmaradjon évfordulók nélkül is? Véleményem szerint elsősorban a művészet oktatása, aminek része az irodalom magas szintű oktatása, a nemzet megmaradásának egyik. Persze hazabeszélek színészként, meg előadóként, de úgy gondolom a nemzet megmaradásának egyik mérföldköve, hogy mennyire tudjuk az értékeinket fölmutatni, megbecsülni. Tehát Petőfit igenis úgy gondolom, hogy kötelező a gyerekeknek megtanítani. Most, amikor csak az SMS-eket írják a telefonon, és az egész irodalmi tevékenységük néhány félbevágott szónak az összefűzéséből áll, akkor igenis rá kell kényszeríteni. Az nem kényszer, utólag nagyon hálásak lesznek, hogyha megtanulnak Petőfi verseket, mert Petőfi nagyon aktuális ma is, és holnap is, és mindig is az lesz, mert igazat ír, őszintén írja, hittel írja, és sugárzik a verseiből ez a hit. Mondhatjuk, hogy ezt kéne tennünk Nagyvárattól Kassán át Munkácsig? Igen, úgy gondolom, hogy ezt kellene tenni, mint ahogy nekem óriási elégtétel évek óta, mióta követem meg, részese is vagyok, az innen indult gyermekrajz verseny, amelyik a nemzet értékeit, a múltat fölmutatja, Szent Lászlótól a harcainkig, sok mindent magába foglal, de mindenképpen a gyerekeket arra ösztönzi, hogy foglalkozzanak azzal, hogy magyarok, hogy mit adott ez a nemzet, kiket adott, és fogalmazzák meg a maguk változatát minden évben, 2023-ban és majd 24-ben és 25-ben és így tovább. És ugyanígy gondolom, hogy ezt versben sem ártana, de ahhoz az alapot kell, Petőfit kell tanítani. Petőfit könnyen lehet tanulni, Petőfi nem unalmas. Petőfit igazán a leg... eldugott a faluba is, hogyha elmegyek, sokfele járok, ismerik és szeretik, hisz a mi korosztályunk meg az azt megelőző korosztály számára Petőfi volt a költő. Sajnos manapság már kevés költő éri meg azt, nem a kort, hisz túlélik, hisz ezt a fiatal 26 évet könnyű túlélni, hanem azt az életmű alkotó időszakot, azt a 7 évet, amit a napjaiból erre áldozott Petőfi Sándor, akkora tömény üzenettel ruházta föl a verseit, ami manapság is hat, és ez úgy gondolom kötelez bennünket arra, hogy mondjuk, hirdessük, tápláljuk és a gyerekeinek megtanítsuk. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.